Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, intézményünk dolgozóit, ismerős arcok hátul, képviselőket, és mindenki, aki megjelent, és elsősorban az édesanyákat és a nagymamákat. Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük. Megköszönjük önzetlen szeretetüket, türelmes gondoskodásukat, a tengernyi jóságot. Nincs rá szó, mellyel hálánkat méltóképpen megfogalmazhatnánk. Bár csak egy ilyen nap van az évben, de az esztendő mindennapja kevés, hogy kifejezzük a szeretetet és a hálát, amit érzünk irántuk. A zeneiskola tanulói műsorukkal köszöntik az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyukat, dédiket, nevelőanyákat. Kedves vendégeink, kapcsoljuk ki a telefonokat, adjuk át magunkat a felhőtlen szórakozásnak, a zeneiskolások kis csokrukkal az édesanyáknak szeretnének kedveskedni. Elsőként Leja Larinát hallgassuk meg, aki anyáknapi dalokat fog énekelni. Orgona ága, barackfa virága, öltözzátek új ruhába, anyák napja hajnalára illatosan. Zúgja az erdő, susogja a szellő, üzenik az ágak, lombok, légy te mindig nagyon boldog, édesanyám. Váti Kristóf Furuján szintén egy gyermekdalt fog eljátszani a Tokaji Szőlőhegyen. Kuruc László következik, ő is furujázni fog nekünk egy szép anyáknapi dalt. Orsós Jessica az egyik legszebb magyar népdalt fogja eljátszani nekünk Furuján, Tavaszi szél vizet áraszt. Tavaszi szél vizet áraszt.
Szabó Zsombor Furuján a kétszál pünkös drózsa kezdetű dalt adja elő. Kinyílt a rózsa, széles a Duna. Egy kis dalcsokor Szabó Zoétól. Után következzék egy zongorista fiatal ember, Tóth Albert, aki tanárával, Falakiné Piltman Erikával egy bölcsődalt fog eljátszani. Thank you.
Földszer Roland következik. Gyere, Roland! Szép hangszere, van egy gitár, és ezen a gitáron anyák napi dalokat fogunk hallani tőle. Sor elején Larinától hallottuk gyönyörű kis hangján az orgonága kezdetű anyáknapi dalt, most Furuján hallgassuk meg Temesvári Emmától. Most egy bátor vitéz következik, akit úgy hívnak, hogy Szabó Kristóf, és trombitán fogja nekünk a dalt eljátszani. Ismét egy anyáknapi dal következik, az a címe, hogy Édesanyák napja, Horváth Fruzsinától halljuk Furuján. Sugár, klarinéton, Beethoven német táncát fogja eljátszani. Zene
Ismét egy klarinétos leányzó következik, Leja Linett, aki egy Mozart menüettet fog eljátszani. Katos Luca, Csajkovszki, régi francia dal. Operából fogunk hallani egy dalrészletet, a Bellini normájából, előadja a klarinéton Tóth Eszter. Evelin következik, Johann Sebastian Bach művét játssza, Polonéz. Thank you.
Passe tánc Keringer Martin előadásában fogjuk hallani. Szonya következik, Lüli négy kezesét halljuk tőle. Most egy ír népdal következik, szaxofonon előadja Balogh Benyámin. Thank you.
tulajdonképpen, hogyha a régi hagyományokat követtük volna, akkor itt lenne vége a koncertnek, hiszen akik eddig játszottak, egy-két kivételtől eltekintve mind alsó tagozatosok voltak, és gyönyörűen lehetett látni, hogy az egy szákis furujától hova el lehet jutni. És akkor most folytatjuk tovább a felső tagozatosokkal, akik ennél már tovább jutottak. Itt is vannak kivételek, mert van, aki később kezdte el zenei tanulmányait, de azért nagyon szép eredményeket ért el. És akkor hallgassuk most meg Almási Szofitól Schubert andantinóját. Bakos Petra következik, ő is nemrég kezdett el szaxofonon játszani, és az Oz című musicalből hallunk tőle egy részletet. És Euridike című operájából hangzik el egy nagyon szép dal, ahol Orpheus, a félisten, az első igazi zenész, a felesége után vágyakozik, aki meghalt, és az Elysiumi mezőkre került. És Bakos Noémi, igen, már előkészült, ezt a gyönyörű dalt, ezt a gyönyörű áriát klarinéton fogják hallani tőle. Thank you.
egy másik szerelmi történet, ami több Oscar-díjat zsebelt be. A Titanic című film fő dala következik. Előadja Bakos Réka Fuvolán. És akkor az osztálytársuk következik, aki Dávid Eszter, és zongorázni fog nekünk Eszter egy Kabalevszki rondó táncot.
Következő fellépünk 11-es, 10, bocsánat, nem akarlak öregíteni, de élő példa arra, hogy a 8. osztály elvégzése után is lehet folytatni a zenei tanulmányokat, és Julcsi mind a zeneiskola, mind a zenekar mellett kitart, és nagy örömmel látjuk, hogy nem hagyott itt bennünket, továbbra is jár zeneiskolába és a zenekarba, és trombitál. És most egy kicsit nosztalgiázunk vele, a Homokóra című szám következik. Vivaldi egy gyönyörű versenyművének egy lassú tétele fog elhangozni, és az elmúlt napokban bizony tél volt. Úgyhogy most a telet hallgassuk meg Török Vivien előadásában. Thank you.
Másik gimnazistánk következik, Tomor Júlia, aki elfogyasztott már itt egy pár zongoratanárt Devecserben, most Falakinél Piltman Erika növendéke, és még mindig kitart. Bizé bölcsődalát fogják előadni tanárával. Kicsit ellágyult a hangulat, úgyhogy szeretnénk feldobni egy kis Joplin ragtime-mal, meg egy nagyon érdekes hangszerrel, egy basszus klarinéttal, amiben beleszeretett Varga Noémi, le se lehet róla szedni. Úgyhogy most Varga Noémi előadásában hallgassuk meg ezt a vidám darabot. Thank you.
thousand years, ezer év sem elég ahhoz, hogy köszönetet mondjunk az édesanyáknak. Erről fog most fuvolázni nekünk Vencel Zsófia. Thank you.
lezárásképpen következzen a Halleluja, dicsőség. Hallgassuk meg a dalt Kelemen Alexandra előadásában. De hát mi követtük el közösen ezt a ma esti kis menüt. Egy kis könnyed furulya szóval indítottunk elő ételként, aztán egy kis klasszikus zene, megfűszerezve egy csipet könnyű zenével. Hát ezt tudtuk átnyújtani a kedves édesanyáknak. A 20 éves zeneiskola erre képes most itt, jelen pillanatban. És hogy akik itt a Boszorkány konyhában, hogy ha már a hasonlatnál maradjunk, akik a Boszorkány konyhában a segítségemre voltak, illetve a gyerekeket felkészítették, Falakiné Piltman Erika zongoratanár és a zongora kísérőnk. És annyira, de annyira büszke vagyok, és olyan jó, hogy volt növendékeink tanárokként léphetnek színpadra, illetve már ők készítenek fel gyerekeket. És akkor most mind a hármójukat szólítom. Horváth Bettina, Göcsei Márk, Hekele Dániel.
És akkor a fiatalok után a másik véglet, a tapasztalt generáció, Ormánd Laki Péter. Dekorációt, a technikát és a helyet ma is a Művelődési Ház munkatársa, Barát András szolgáltatta. Köszönjük, András! Aki esetleg nem tudott itt lenni, vagy szeretné még egyszer megnézni, a Devecseri Televízió honlapján megtekintheti Kovács Zsolt jóvoltából. És az jutott eszembe reggel, mikor felkeltem, hogy mennyi minden kifogást mondunk a gyerekeknek, mikor odajön elénk akár az ekkora, akár a nagy, akár az, aki már a fejünkre nőtt, és azt mondjuk, hogy hát most nincs rá időm, mert hívnak telefonon, nincs rá időm, mert meg kell írnom mert a holnapi óravázlatot, nincs rá időm. És akkor itt van ez, ami azt hiszem, hogy igenis kell időt szakítanunk egymásra, és milyen jó, hogy a gyerek a szülőhöz oda tud menni, és milyen jó, hogy a szülő a nagyszülőhöz oda tud menni, és milyen jó, hogy majd ő belőlük milyen jó kis szülők lesznek. További szép estét kívánok, kedves édesanyák, nagymamák, keresztanyuk, dédik, nevelőanyukák, nagyon sok boldogságot kívánok. A következő koncert, amire nagy-nagy szeretettel meghívom önöket, 20 éves a zeneiskola, június 8-án szombaton délután 5 órakor szeretnénk egy jubileumi koncerttel megemlékezni erről az eseményről. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek és meghallgattak bennünket. További szép estét!